Aztán ugye Janikának segítettél, ő nagyon sokat jutott előre már a Kocka Toyotával is, aztán ugye jött a Grifone csapat, amivel háromszoros bajnokságot nyert, és gyakorlatilag a te segítséged révén kinevelted a legnagyobb ellenfelét a saját versenyződnek, Kisferinek, hiszen akkor jöttetek. Talán az volt, a Subaru volt az első bérversenyautó, amit Magyarországra hoztatok, ugye? Igen. Igen. És az ráadásul 98-ban volt, ugye 97-ben született meg a VRC szabályzat, akkor készült, talán a Subarunak volt az első igazán komoly VRC-je az első versenyre, Monte Carlo-ra. A Fordnak csak valamilyen átépítettje volt, a Toyota meg talán még később jött az autójával, Mitsubishinek meg ugye nem volt VRC-je, ők átcsoportos autóval versenyeztek, és hát ez a Subaru VRC, akkor ez egy óriási dolog volt, egy csoda volt. Akkor még ugye ezeket a gyári versenyautókat azért kiadták, bérbe eladtak belőle egy párat, de az első évben nem nagyon volt, talán egy vagy két privát versenyző kaphatott ilyen autót egy jó nagy táska pénzért, viszont ti egy évvel azután, hogy bemutatták ezeket a Subaru VRC-ket, elhozhattatok egy autót a ProDrive műhelyétből. Mennyire volt nehéz hozzájutni ahhoz a kocsihoz? Nem hiszem, hogy nehéz volt, mert ki kellett fizetni. És ők persze azokat az autókat, amivel ők már nem mentek, azt ők felújították és eladták. És úgy kaptunk mi is egy autót, és én azt mondtam, hogy mi saját maguk akarjuk felépíteni ezt az autót, mint mindenhol csináltuk, nem? De ők nem engedték, ők azt mondták, nem, ők ready to race ezt az autót elküldik is. Oké, akkor elhoztuk az autót, és mikor itt volt az autó, akkor azt mondtam, hogy most mindent után megnézzük, megmérjünk, hogy legyen nekünk is saját adatok, ami nem az övéké, hanem mi az autó. És úgy jöttünk rá, hogy az autó az egyik oldalon egy centivel rövidebb volt, mint a másikon. Aztán fölhívtam őket, azt mondták, hogy mi nem tudunk mérni. Aztán kivettük a lengőkarokat, elől volt az egyik oldalon egy murva lengőkar, a másik egy aszfalt lengőkar. És az volt az egy centi, ami az egyik oldal rövidebb volt, mint a másik. Akkor ezt a képet elküldtem nekik, és azt mondtam, most mi van. Na, aztán hülyén nézték, és aztán rájöttek, hogy hopla, itten nem így van, hogy ezek itten hülyék, nem tudják, hogy miről van szó. És aztán mentünk Ljubljanába, és beállt a váltó. És a váltó, azt nem szabadott kinyitni, mert az mind titkos volt. Persze nekünk nem volt semmi más lehetőségünk, hogy a váltót Barika kinyitotta, látta, hogy mi volt a hiba, összerakta megint, és persze. És nekünk mindig kellett egy mérnököt fizetni, mindig jött egy mérnök. Pedig az csak mérnök volt, de nem egy mérnök, hanem az egy normális ember volt, aki nem tudta semmit se. Semmit. Mikor azt mondtuk, hogy valami nem működik, akkor háromszor rákopogott a csavarhúzóra a elektronikára, és azt mondja, hogy most talán fog menni. Hát ez aztán valamikor ezt abba hagytuk, mert ez egy mérnököt egyszer elküldtek, aki tényleg egy mérnök volt, és aki tényleg egy nagyon ügyes rác volt, mert nekünk volt egy problémánk a Diffivel, nem? De azt nem tudtuk, hogy mi az, mert nekünk nem voltak adatok, vagy ilyesmi. Na, a lényeg az, hogy aztán jött egy srác, és az ment a Ferivel. És
próbálta őt egy kicsit tesztelni, hogy ő mit érez, és igaza van, vagy nem. És a Feri ezt tényleg jól tudta neki mondani, hogy mi volt a változás. Úgy ő rájött, hogy hoppla, ez az ember legalább egy sofőr, aki tudja is, hogy először tud gyorsan menni, és másodszor is egy kicsit érezni az autót. És ő segített akkor azt az beállítást csinálni, ami nekünk tényleg sokat segített. És ezt persze saját magad soha se tudod csinálni, mert ha nincs neked ezek az adatok is, akkor az nem megy. Nem? Ez volt akkoriban a Subaru dolog. Az első versenyre, amikor ugye úgy volt ez az autó, hogy az osztrák és a magyar bajnokságban is megy, a magyar bajnokságban ment kis Ferivel. Mentünk Kassán. Kassán, az volt az első versenye. Ja. Az osztrák bajnokságban pedig a Mörtöllel mentetek? Igen. A helyi Mörtöllel mentetek. És talán az első versenyen volt valami balesete a Mörtöllnek. Na persze, Mörtöll állandóan volt neki valami baja. A második évben aztán megnyertük Ausztria bajnokságot, akkor azt gondoltam, hogy most kiábrándozott, de az nem igaz volt, mert mikor aztán beültettem a Peugeot-ba, akkor ottan megint ugyanaz volt, hogy állandóan fölborult, neki ment a fának, és csupa ilyen hülyeségek voltak. És úgy volt az első versenyetek, hogy a Mörtöll ott beesett, jól emlékszem, valami tört is az autón, és utána kellett volna menni a következő héten Kassára, vinni az autót Kisferinek. Ja, az lehet. Az lehet. És az nehéz volt. Nagyon nehéz. De ottan a Janika azt hiszem hibázott, nem? Igen, Ő csinált valamit. Kiütött a futóművet talán a... És a Feri megnyerte. Feri megnyerte, igen. Mm. Arra emlékszem, hogy álltunk a gépátvételen és vártuk. Mondták, hogy Rolf azt mondta, hogy jön az autó. De még senki nem látta a Subaru VRC-t. Nagyon nehezen hittük el, hogy itt lesz egy Subaru VRC. Mert a határon nem engedték át. Nem is akarok már rá gondolni. Olyan hülyeségek voltak. Az Atacarnét azt nem akarták elfogadni, és aztán... Na jó, oké. Pár napja voltunk Kisferinél, ő mesélte a történetet, hogy megérkezett a Subaru, volt az a négy kerék, ami rajta volt az autón, azzal elrajtolt, és a szervizponton, talán akkor még nem volt szervizpark, akkor úgy várták, hogy a Rangának a Vanet kargója föl volt bakolva, hogyha kell, akkor leveszik róla a kereket, mert 18-as rally kerék volt a szervizautón, és akkor azt teszik fel, azokat a gumikat teszik fel a Ferinek. De aztán megérkezett a gumi, igen. Az még egy kicsit nehéz volt, az biztos. Ja. De, tudod, a helyzet az, hogy ezek a dolgok sajnos mindig az utolsó percben lesz eldöntve, hogy megcsináljuk, milyen szponzor, milyen kerék, ez mindent az utolsó percekben. És aztán, tudod, ez volt az én problémám, mert az döntés, ez legtöbbször nem mi döntöttük, hanem ha mi tudtunk dönteni, mindent, akkor egyszerűbb volt, nem? Mert akkor tudtad, hogy ezt így és így csinálod. De ha most a versenyzőnek van egy szerződése, egy szponzorral, a cégnek van egy szerződése, egy gumicéggel. A gumicég az nem dönti el, hogy milyen gumit adnak, mennyit. Tudod? Ez nem egyszerű, nem egyszerű. Nem? Mennyire volt nehéz két bajnokságot csinálni ugyanazzal az autóval, úgy, hogy időnként egymás után voltak a versenyek, tehát egyik hétvégén volt Ausztriában, a következő hétvégén Magyarországon? Ez mindig csak egy munkakérdés, tudod? Mert ha úgy csinálod, mint a Grifone csinálta, az minden héten ment egy versenyen valahol, Olaszországban, mit tudom. Azok csak hazamentek, a karosszériát megint összepofozták, és aztán elmentek.
És addig mentek, ameddig az autó forog. Ha valamikor megállt, akkor pehjük volt, mert az autó megállt. Ez egész normális. Ha az úgy volt, hogy a Janikánál megállt a diffi, akkor megállt a diffi a Janikánál. Ha Olaszországban, mit tudom én, a Lupiban megállt, akkor ott állt meg. Ez persze nálunk egy kicsit másképp volt, mert mi pontosan csináltunk a munkát minden verseny után, amit nekünk kellett csinálni. És a kilométerek nekünk meg volt, föl volt írva, hogy mennyi kilométer van a Felnibe, mennyi, hol ment, mikor ment, mennyi kilométer van a Diffibe, a Váltóba, és a Kuplungba, és ezt mi mindent állandóan erre figyeltünk, és ezt cseréltünk is, és néztük is. Ez volt a mi dolgunk. Mi kivettük a gátlót, beakasztottuk a gátlót a gépbe, megnéztük a gátlókat, hogy a gátló tényleg azt csinálja, amit kell. Ezeket a dolgokat az emberek nem látták. Nem? Ez itt volt. Tudod? A szervizautót kipakolni, kitisztítani. A szervizautókat csináltuk a váltókat, mert tudtuk, hogy a váltók tönkre mennek, ha húzod a utánfutott hosszan, akkor ezek mikor még a VLT volt, ott a csapágy, ami bent van a váltóban, egy műanyag kosárban van. Az a kosár persze a melegségben elromlott, aztán a golyók egy oldalra mentek, és aztán szétment a váltó. Ezeket a dolgokat mi tudtuk, ezt mi itt mindent csináltunk. Azért jöttünk is oda, az utánfúton a csapágyakat kicseréltük, a csapágyakat a kerekeknél. Nem akartunk megállni valahol egy utánfutóval. Ezek a dolgok, ezt nem látták az emberek, és ezt mi csináltuk. De nem is nagyon fordult elő veletek, úgyhogy műszaki hiba miatt kellett volna kiesni, akár a Subaru-val, akár a... Se a Subaru, se a Peugeot. Nem, a Peugeot csak egyszer állt meg, az volt Janikával, amikor a rajtnál szétment a hajtás, és az ott úgy volt, hogy a kilométer volt 300 kilométer bent, 320, és 700-at kellett volna kibírni, és aztán a rajtnál szétment. Én utána azt gondoltam, hogy az talán attól is jött, hogy az adatok persze gyáratta, és nekünk a rajtprogramunk ugyanaz volt, mint a gyárnak. Azután ezen Newtonnal az autó úgy elindult, és mi persze nagyon néztünk, hogy a kerekek meleg legyenek a rajtnál, ne? És ez persze a grip, az nagyon jó volt. És hozzájött, hogy a nemzeti bajnokságokban a gyorsaságik rövidebbek. Mert ha a gyár megy, mit tudom én, a világbajnokságon egy 30 kilométeres gyorsasági és 40 kilométeres gyorsasági, 28 kilométer, a nemzeti bajnokságban egy kicsit más, mert itt mész 8 kilométert, és több rajt van, nem? És ezért persze ez talán attól aggódott. Az egyetlen dolog, amikor megállt az autó. Ez így van, sajnos. Viszont Kisferi alatt megállt egyszer a Subaru, méghozzá elég gyorsan Szlovéniában, ha jól emlékszem, akkor az rendesen. Az autó, az kasznit hoztunk, egy új kasznit Angliából, és összeépítettünk, és 14 nappal később mentünk San Remo-ra. Na, ezt meséld el. Milyen érzés volt, amikor megláttad az autót? Na jó, azt tudtam, hogy most munka lesz. Ez semmi más. Azt kell mondani, hogy tudtam, hogy ezt valahogy meg kell oldani.
ott már a helyszínen látszott, hogy karosszériát kell cserélni. Persze, persze. Na és ez hogy zajlik, hogy kitelefonálsz ProDrive-hoz, hogy szeretnék venni egy karosszériát, és azt mondják, hogy jó, hát akkor küldjünk egyet. Na persze. Ez nem, ezért el kell menned. Ez nem így van. Ez el kell menned, és elhozni, és van egy cirkusz ebben ilyen dologban. Ezt már nem egyszer láttuk, hogy ilyesmik vannak. Nem, mert láttunk Audikat, ami össze lettek törve, és kölötött két hét múlva, aztán Szardinián menni, és egy autót, egy új autót építeni, ez nekünk nem volt új. Uh-huh. Volt ilyen Subaru WRC karosszéria? A ProDrive-nál? Hát én már nem emlékszem, de ez biztos onnantól volt, mert az nem tudott máshol venni, az egész biztos. Csak én már nem emlékszem pontosan. Jó, tehát akkor nem volt olyan nehéz beszerezni ezt a karosszériát, inkább csak macera volt, hogy elmenni, hazahozni, összeépíteni persze. Az autót, stb. Persze. Mi lett ezzel a karosszériával? Mert emlékszem, hogy hát a baleset után pár hónappal, vagy talán egy évvel voltunk kint nálad a műhelyben, és még nekem is ajánlottad, hogy ha akarom, akkor elvihetem. Ja, egy srác Karintiában megvette, aztán nem vette, ajándékba kapta. Nem tudom, hogy vele most mi van, én nem is tudom, hogy még éli-e egyáltalán. A lényeg az, máma talán valami más, mert ha bent van egy alvásszám, akkor talán az érdekes lenne az autó. De én azt mondom, hogy ebben én nem akarok foglalkozni, ez el van intézve. Ez. Jó, lett egy új autó, nem is tudom, hogy milyen szám van bent, ezeket a dolgokat én nem követtem. Ez. Mennyit éjszakáztatok, mire meglett az autó a következő versenyre? Na biztos sokat. Mert itten a villany nem volt lekapcsolva soha se. Éjjel-nappal volt villany itten. És itt az ülés alatt elaludtunk. De ez így volt, sajnos. Előfordulhatott volna olyan, hogy nem készültök el? Na nem, azt nem hiszem el. Hogy, mert valahogy mindent meg tudtunk oldani, mindent. De ez is azért volt, mert hogy meg akartátok oldani, tehát olyan nincsen, hogy a Schmidt Racingnél nincsen kész a versenyautó a következő versenyre. Ja, persze, persze. Hát emlékezz vissza, mikor a Janika a Peugeot összetörte, és 14 nap múlva aztán mentünk az Eracérálin. Akkor itten 10 dolgoztak az autón. Ja. Ez valahogy meg kell oldani. Akkor mindenkinek kell valamit hozzátenni. A Subaru is nagy csoda volt, de a Peugeot talán még nagyobb csoda volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor az, amit megkaptatok, 206 WRC-t, amivel ugye Janika 3 bajnoki címet nyert, az a 003-as alvásszámú autó volt, az első, amit a Peugeot eladott. Az nem egészen így volt, hanem mi kaptunk a 06-ost, azt a Mörtl összetörte, aztán kaptunk egy karosszériát, a 07-est, ja, azt is összetörte, és aztán azt mondta a Jean-Pierre Nicolas, hogy ti egy autót vettetek, és nem hármat. És aztán kaptunk a 03-ast. És az a 03-as, az maradt meg a mai napig, az az autó van valahol Csehországban, vagy mit tudom, a Vojtek megnyerte, megvette. Mert ja, ez volt ebből lett igazából egy sikeres autó, nem? Mert, és ez volt is az ok, hogy a Martin Holmes, nem? Aztán Pestre jött, van is nekem egy képem, ahol a Martin Holmes térdel a Janika előtt, és lefényképezi a Janikát, nem?
az autó egy azt kell mondani, tényleg egy híres autó lett, mert ez volt tényleg a legöregebb autó, ami még létezett. Nem? És nagyon sok versenyt is nyert, tehát nem csak, hogy egy öreg autó, sok versenyt teljesített az a karosszéria, sok persze, versenyt nyert, persze. És ugye sok, versenyt, sok bajnokságot is persze. Nyert az autó. Ja. Az volt az egyetlen, amikor fölmentünk egy dobogóra, az volt Magyarországon, mert akkor megnyerte azt hiszem az 50. versenyt, vagy ilyesmi igen, volt. Igen, igen, igen. És igen. Csináltunk egy táblát, és fölmentünk, és ottan csináltunk egy képet, mert másképp bennünket nem láttál még egy tudod, a versenyző mögött hátul előre vigyorogni, azt nem csináljuk. Az nekünk ott lent a padlón az untig elég, ha látjuk az autót, ha átgurul ottan fönt, és a versenyzők tudnak ünnepelni, igen. De azért nyugtass meg, ti is megünnepeltetek mindig egy győzelmet vagy egy bajnoki címet. Na jó, hát nézd, ha összejött, akkor persze, akkor mi is örültünk, persze, ez mindenki örül. És mikor megnyertük két bajnokságot, a Renault-val és a Subaru-val, nem? Akkor persze, akkor csináltunk egy nagyobb bulit, nem? És hát az mindenki megérti, hogy aztán mindenki egy kicsit örül egy szezon végén, és ilyesmi, nem? Ez mindig jó.